Magyarországon átlagosan évente 15 kg almát fogyaszt el egy ember, de ha egy kicsit jobban odafigyelünk és több almát fogyasztunk, akkor nem csak a szervezetünk lesz egészségesebb és erősebb, hanem a magyar vidék, a magyar mezőgazdaság is erősebb és egészségesebb lesz. Idén mintegy 780-800 000 tonnás almatermés várható, ami az elmúlt évek termés átlagát mintegy 40%-kal haladja meg. De a magyar almatermelők nincsenek könnyű helyzetben. Az időjárás és az orosz embargó miatt is sok a kár. Ha minden ember minden nap legalább egy almával többet tesz bele a kosarába, akkor nem csak a magyar családok lesznek egészségesebbek, hanem hozzájárulunk több száz magyar munkahely megőrzéséhez. A kormány rendeletalkotásba kezdett azért, hogy a termelők részére konkrét támogatást nyújtsunk. Itt a sűrítményként, almaléként való tárolásra a legjobb, ami lehetővé teszi, hogy később akár az iskola gyümölcs program keretében is felhasználjuk a készleteinket. Az Európai Unió is rendeleteket alkot, egy már megszületett oda, bement bizonyos számú igény, 226 termelő 35 000 tonnára nyújtott be igény, de ezt kevésnek tartjuk. Ott az Unió most értékeli a pályázatokat, és újabb Európai Uniós rendelet is lesz. A marketing kampány, amelyet indítottunk 40 millió forintos összeggel, kezdődik, és 6 áruházláncban 50 termékbemutatót tartalmaz, és bízunk abban, hogy más üzletek is csatlakoznak hozzá, bízom abban, hogy az Agrárkamara is megtalálja a forrásokat, illetve a gazdák szervezete is részt vesznek az alma fogyasztás népszerűsítő kampányban.